Jó estét kívánok, kedves vendégeink! A témánk az iparművészet. Voszki Hédi művészettörténész kolléganőm, tagozati társam fog beszélgetni, Katona Szabó Erzsébetel, aki szintén a Művészeti Akadémia tagja. Iparművészet, úgy látom, kézművesség értelemben is szerepel itt most ma. Minden bizonyal a jövőben lesz még alkalmunk más aspektusból is beszélni, az iparművészetről, talán design és belső építészet értelemben is. Ez a sorozatunk második évada, ugye tavaly össze volt az első, akkor hat beszélgetést hallhattak. Ebben a tavaszi fél évben öt beszélgetésre fog sor kerülni, és folytatódik reményeink szerint ősszel is ez a sorozat. Most átadom a szót Dvorszki kolléganőmnek, és mindenkinek jó figyelmet kívánok. Mivel arra készültünk, hogy legalább 3000 ember fog bent ülni a terembe, ezért arra is készültünk, hogy bemutatom Katona Szabó Erzsébetet, akiről azonban itt a szüke baráti körben azért mindenki tudja, hogy Kolozsvárot végzett, és Goblen tervezői diplomával kap, kezdte el a pályafutását, és amikor 1983-ban áttelepedett Magyarországra, akkor Elég hamar bekapcsolódott az aktivitásával az akkori kortárs magyar tervezőművészek körébe. Egy olyan kultúrkörből jött, amelyiknek a magyarországi ismerete a nosztalgia szintjén már régen élt, tehát egy Erdélyből ide származó művész mindenképpen nagyon nagy érdeklődést váltott ki. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy a mai estében tulajdonképpen ennek a kétféle dolognak a mondjuk így, hogy a történetét próbálja meg Erzsébet elmondani, én úgy gondolom, hogy érdekes lesz mindenkinek. Az egyik az, ami, amit meg is hirdettünk, a Gödöllő Műhelyel fog foglalkozni, a másik meg döntően Erzsébetnek a munkásságával. De hát ahhoz, hogy ezt az egészet megértsük, azt gondolom, hogy a források vidékére kellene visszatérni, és akkor meg is kérlek Erzsébet, hogy a terádi jellemző dinamizmussal kezd is el ezt a dolgot mondani. Először is Gödöllön a művészeti aktivitás létezett a művésztelep után is, jó lehet nem volt olyan szervezet formája, mint később. Amikor én oda kerültem a 80-as évekbe, akkor meg tudtam ismerkedni azokkal a művészekkel, akik részben leszármazottai voltak a művésztelepnek, részben pedig az ő tanítványai. Hallható? Az ő tanítványaik köréből kerültek ki, és így indult el egy, egy, művészeti élet, ami nagyon kedves és kellemes volt ott Gödöllőn, egészen addig, amíg el nem vesztettük a testőrlaktanya nevű épületbe lévő műtermeinket, amit más célra használt fel a város, illetve most ez egy hosszadalmas dolog lenne mesélni. Minden esetre nem tudtunk már ott dolgozni tovább, és akkor egy olyan ígéret született az akkori, ez a 90-es évek elején volt az új vezetése a városnak, hogy ha adódik lehetőség, akkor kaptok műtermeket és ez a lehetőség adódott 98-ban, amikor is megürült a ház, ami így nézett ki, és ez egy felvonulási épület volt, bérbe adta a város különböző célokra, pont akkor épült az új posta, és a posta épülete működött ott előttünk. Úgyhogy kiköltözött a posta, 98 nyarán, és akkor megkérdezte a Gémesi kármester úr, hogy Erzsébet ki tud -e találni valamit erre, mert gyakorlatilag én voltam a legmozgékonyabb a művészek között is, persze, ott Gödöllön. Úgyhogy így találtuk ki a Gödöllő iparmészeti műhelyt, amelyik megalakulta. Mi hozzáadásunk volt ez a koncepcióhoz, az a környezet kialakítása volt, amit Flórával, Remsé Flórával elsősorban együtt gondoltunk végig, és az én kertészeti hobbim és ambicióm is talajra talált itt, úgyhogy Hát egy pár fotó így erről. És már kilépünk a kertbe, ahol az első évektől kezdve műveket láthatott a közönség, aki nagy szeretettel látogatta a gimházat nyaranta. Hát én betettem a számomra legkedvesebb műveket, amiket ott fotóztunk az évek alatt. És akkor egy néhány fotó a gimház kertjéről. Egy téli kép. Ez tényleg ilyen. Színekre van komponálva, nagy élvezettel találtam ki, hogy milyen növényeket ültessek. Sütött a nap, és olyan atmoszférája van annak az utcának, annak a helynek, ami sehol nem található meg máshol, nem véletlen, hogy oda költöztek. Szóval Erdő utca mai napig is sok madárral és nagyon-nagyon növényzettel. A legfontosabb kiállításunk az 2001-ben volt a Gödöllői Művésztelep emlékére, száz éves volt a Gödöllői Művésztelep, és a Gödöllői Királyi Kastélyban ez a, tulajdonképpen a műhely porondra lépett ezzel a nagy kiállítással. Ez volt az a köztudottá vállás pillanata, amikor a szemléletünk, a gondolkodás, a célok köztudottá váltak. Az volt a címe, hogy el ne felejtsd elmondani, már Itt a címe van. is nagyon ígéretes volt, hogy élmény és eszmény. Tehát nem az volt, hogy 12. képzőművészeti kiállítás, mert addig ilyenek szoktak lenni, hanem egy ilyen csábító címe volt. Na most a gimben lévő enteriőrök is nagyon szépek, a kiállítás rendezők ki ki tudom emelni Kecskés Józsefet és Déudvari Ildikó művészettörténészt, akik segítenek nekem a rendezésbe és a kitalálásba, hogy kiket hívjuk meg, meg az élet, mert minden, minden, minden ötletet ad. És egy pár interjőr, Hát így kapkodva. De mégis kapjanak egy impressziót arról, hogy körülbelül milyenek voltak ezek a kiállítások, mert minden, minden momentuma ki van találva a rendezőknek megfelelően divatbemutatók, különböző időszakokból, idősebb művészek, fiatalabb tervezők munkáiból. Akkor jelmezbálok, ahol itt van egy ilyen csoportos kép, nem tudom milyen minőségű, elég gyenge kép. Költőestek is voltak a Gimházban, Nagy Gáspárnak volt könyv bemutatója, Véner Tibornak is volt könyv Kodolányi Gyula, nagyon örülök, hogy eljöttél, verseskötetét és egy gyönyörű estét tartott nekünk és egy néhány művet válogattam, nem a teljes igényével, hiszen majdnem 300 művész állított ki a gimházban különböző összetételben. Itt is egy szubjektív válogatás történt, és mint egy kiállítást úgy rendeztem meg ezeket a képeket, hogy szépen mutassanak egymás után. Úgyhogy én csak így csendesen levetítem őket. Természetesen a művészet történet részét képezik ezek a művek, ma már ezt azért hozzá lehet tenni. Nem láttuk ezeket a képeket, illetve műtárgyakat korábban, csak más, nagyon régi kiállításokon, vagy vadi újak. Szőcs Miklós Tui, szintén egy olyan kollégám, aki, aki minden kiállításunkon szinte szerepel. Barabás Márton, aki tanított is nálunk, Sára itt a munkád. Gyulai Livius. És a fiatalok, akik most az utóbbi években tűntek föl, úgy, úgy érzem, hogy elkezdtek hozzánk kapcsolódni. Gondolok itt az Ince Mózesre, a Dánielre, Fabók Dobribán Fatime, egy nagyon különleges művész, fiatal festőművész. És azt hiszem, ezzel be is fejezzük ezt a sorozatot amit most látni fogunk, az egy etüdök az ő munkásságából, de ígértél egy verset Erzsébet, hogy ezzel egy kicsit átváltsunk a, a Gödüli Műhely bemutatásától a Katona Szabó Erzsébet művészeti szellemiségéhez. Akkor fölolvas, hát meg elmondod? Elmondom. Remélem, hogy itt zavaromba tudom. Egy motto különben, nem vers, ez egy motto. Ha velem vagy, velem a vers, ha már nem leszel, marad a kert. Ennyi. Hát azért mondtam, amikor a kertről volt szó, hogy más lélekkel közeledett Erzsébet az ottani művészekhez. Itt meg csak halkan megemlítem, hogy írni is szokott verseket is, meg haikukat, meg különböző dolgokat, de hát erre most csak ez egy utalás volt. Na most én azt hiszem, hogy megint vissza kell térnünk a művész, mint olyannak az illető forrásaihoz. Azt hiszem, hogy ezt is el tudnád mondani olyan módon, amire megint nincs 60 percet, de három azért. Az a falu látható, ahol édesanyám született, és ahol én a gyerekkoromat töltöttem, ez a Zsobok falu a szegen van, szomszédságában a ahol a Kóskároly ház is van, a Varjuvár. És nagyapám egy napon született Kóskároly, ezt még neked sem mondtam. Úgyhogy ők mindig ezt ünnepelték két idős ember. Hát mind magas kortért, még nagyapám is, és ő is, de nem mindig voltak idősek. És Zsobok így néz ki most, a nyáron jártam ott, és így fényképeztem, és ilyen volt a malonyaiban, amikor Juhász Árpád lerajzolta. Ezek a képek az anyám ágáról való nagyszülők, édesapám kézdi ő polgári családból származik, és talán ebből a kettőből az ő Hát ilyen vállalkozó mester részöntődéje volt a nagyapámnak, és az ő fia vette el ezt a származású lányt, tehát ebből lettem én. Az a közeg, amiben én fölnőttem, az annak a népművészet egy nagyon fontos része volt. Az egyik, hogy a gyerekkoromat ott töltöttem ugye a 60-as évekbe a szegen. A másik pedig az anyám ambíciója, aki ezzel egy időben neki fogott és népművészeti gyűjtésbe kezdett. Sok eredeti szőttes és varottas van a tulajdonunkba, tőle örököltem ezeket. Ez például nagyanyám szőtte, ez egy szedettes szőttes. Ez pedig egy írásos kézi munka. Nem tudom, hogy itt közületek közülük valaki látott ebből a régi fajtából, muzamon kívül, mert ma már nem így varják, és nem ilyen, hanem fölhígult, fel, felhigult. Ez olyan sűrű volt, hogy a jobboldali képben az eredeti vőfékendőnek a himzet része látható, a baloldala pedig a fonákja, mert itt lehet látni a mintát. Anyámnak egy másik gyűjtése a festéke, egy festékes szőnyeg volt, amire ő építette a művészetét, és aminek a gondolkodás módját a legtisztább módon alkalmazta az ő művészetébe. Úgyhogy itt egy pár képet mutatok az ő munkáiból mert hát ebben nőttem föl, ezt láttam. Egyébként én nem szerettem az ő gyerekkoromban, én ezt nagyon idegnek éreztem, túl geometrikusnak, én jobban szerettem a szecessziót. Ruhatervező szerettem volna lenni. Még a babáimra is ruhákat vartam gyerekkoromban. Most ehhez képest ezek a néhány kiválasztott öltözék darab, Hát óriási ugrás, de az is megmutatkozik itt, hogy ebből a hagyományból hogyan van hát Itt van esébet. például egy ilyen vagdalásosból, amiből a Modern Ethnic a csoport meghívására volt alkalmam ruhákat készíteni. Ez is egy nagyon szerencsés dolog volt. Mészáros Ivánnak és Baláskárinak köszönhetem, mert különben nem eladásra készítettem ruhákat egyébként, mert abból meg lehetett élni, de én nem gondoltam arra, hogy kiállítom őket, csak ők meghívtak, és az egy nagy kihívás volt, és akkor belevágtam. És akkor jöttek létre ezek a ruhák. Modern etnikának Nem hívta sem. az a tervező csoport magát, akik egy, ebben az időszakban úgy döntöttek, hogy a népművészeti hagyományokból készítenek aktuális, megfelelő, korszerű öltözékeket. 96-ban ezt a két hát emblematikus darabot, ami azért nagyon hozzám kapcsolódik, ezt mindenki majdnem ismeri, több helyen publikálták, ezt azért elkészítettem, és ezen a bizonyos pompa és ábrán bemutatom, bemutattam őket. És ez a búcsú, ebből erről a korszakról, a bölcsőtextilek, amit a gyűrtechnikával egy ilyen installációt készítettem 97-ben. Igen, és akkor most áttérünk a szövött falikárpitokra, ebből egy párat mutatok csak, ami úgy egymáshoz jobban illeszkedik, ezekből a korszakokból. Ez az Iparmészeti Múzeumban van, és ez a legutolsó munkám 99-ből, ami azért már mutatja, hogy egy másik úton járok talán. Kicsit a, a másik. Ez magántulajdonban van, ugye? Igen. Ide illett a papírkollázsok William Shakespearehez munkáim, ha bár nem egyidősök a goblenekkel. Tulajdonképpen itt, itt úgy találkoztam a verssel, a Shakespeare szonettekkel, mint egy újszülött vagy nem tudom, hogy nevezzem, egyszerűen lenyűgöztek ezek a versek. Nyilván olyan élethelyzetben is lehettem, vagy pont, nem tudom, mert ezt nem lehet pontosan tudni, hogy misztikusan az ember milyen pillanatban miért kap egy ilyen ajándékot. Minden esetre rávett engem ez, a, ez az irodalom arra, hogy, hogy akár százszor is leírjam. Mert jó volt leírni. Az elején magyarul írtam, a őrinc fordításában, Ö, aztán később kíváncsi voltam az angolra, akkor elkezdtem angolul írni, és a végén már úgy megtanultam, már nem kívülről, de érteni ezt a Shakespeare nyelvet, hogy ö, úgy csodálkoztak is rajtam a versbe, amikor kiállítottam ezeket a munkákat, hogy, hogy abszolút jól tudtam róla, még angolul is beszélni róla. Ö, ezt azért tettem be, ezt a két képet, mert ennek a bőrfalnak, ami az én életemnek az egyik legnagyobb műve, itt látható, itt volt kiállítva a Vigadóba. Ennek tulajdonképpen egyfajta előzménye volt ez a bőrtapéta, amit Flandriában láttam, Antwerpenben, és azt hiszem, hogy Eb, eb ennek a végtelensége lehet, nem, nem volt tudatos, de minden esetre, amikor elkezdtem csinálni, akkor rátaláltam arra, hogy, hogy, naplót lehet ebből, és egy kicsit hasonlít a Shakespeare szonettek lelki állapotához, csak teljesen másképp, ezeknek a bőrdaraboknak a rakosgatása heteken, hónapokon, hónapokon, éveken keresztül felhoz az emberből olyan emlékeket, olyan érzéseket, amit aztán beletesz oda. És így született meg a fal, igazából egy végtelen, van folytatható bármilyen irányba, számtalan motivum található rajta. Amikor a vigadóba ki volt állítva, az emberek keresgéltek és találtak rajta mindenfélét. Nekem eszembe jutottak a gyerekek, akik a falon a fal mintázatát nézegetik, és mindenfélét belelátnak, minden csodát. Hát itt is ilyen van, én beleláttam, de azt gondolom, hogy bizonyos sikerült átadni is. Feltételezem, hogy másokkal együtt, hogy Erzsébetnek ez az egyik főműve, mert olyasmit tudott megfogalmazni benne, amit velük tulajdonképpen inkább filozófusok foglalkoztak, és a költők. Csak meg közben megkérdezem, hogy miért pont ezt a bőranyagot választottad? A Marosvásári bőrgyárban dolgoztam, mint tervező. Tehát én először ilyen alkalmazott szoknyákat, mellényeket, ilyesmiket készítettem bőrből, amíg egy inspirációs pillanatban a 90-es évek elején, igen, 91-2 környékén egyik reggel felkeltem, és aznap elkezdtem megépíteni egy ilyen nagy bőrfalat. Azt te nem látod itt, mert nincs itt. Azt, az otthon van nekem feltekerve. De az volt az első, amin kiléptem abból, hogy egy funkcionalitást keressek a bőrnek és egyszerűen egy művet hoztam belőle létre. Engednek, hogy abból a, hát itt a közönség jelenlévő tagjai bizonyára látták már ezt, de azért hat hívjam fel a figyelmet, hogy ez annyira izgalmas dolog volt ez a bőr, hogy készítettek Erzsébet és munkatársai egy nagyon szép katalógust, és ebben sok mindenki a meglepetés hatása alatt mindenféle gondolatokat leírt. És Lóa Silónak képzőművész azt írta, hogy a gyönyörűen megmunkált és összeilleszett felületek mindent beborító melegségükkel egy óriási női gesztussal álltak össze a megszámlálhatatlan külön kis történetek mind-mind egy pazarló szeretetről árulkodnak. Ebből a szeretetből nekem is jutott a Vigadó beli kiállításon. Ez beleért a vendégkönyve. Hát És... jó, hogy megtaláltad. Hát Nagyobb vannak itt voltam. még ilyenek, például a Döbös Gyöngyvér ötvös művész, az is azért hadd olvassam fel, ha még Na, van persze, ennyi idő, persze. hogy Most a... Be van. Erzsé, hogy te miket tudsz kitalálni, vagy csak én látok felhőket, férfi halotti maszkját, táncoló alapos hölgyeket, Dunát a Margit-szigettel, házakat, tenger mélyébe süllyedt valaha napban fürdő kapukat, és így tovább. Ebben a sorozatba tettem be, ezt, ez a Metropolis, ez 2006-ban készült, ez volt az egyik első olyan munkám, amiben elkezdtem foglalkozni a térhatással. És ez az a, az a dolog, ami sajnos a fotón nem igazán jön ki, amit ez bőrbe tud jelenteni. Itt az anyag nem mindegy, hogy mi. Tehát itt ez abszolút döntő. Hogyha bőrből van, akkor kétszer olyan erős, mint a, a többi, több fából vagy bármi másból készült dolog. És ez a tapinthatósága, ez, ez a szemben is megjelenik. Tehát az ember látja, szinte úgy látja, hogy érzi a dolgot. Ezért van az, hogy amikor én ezeket a munkákat kiállítom, akkor most gondolok például a térbelépőre, nem sejtettem, hogy ez ekkora hatású lesz. Itt most ezt, ezt hát látják, mert felismerik, hogy ez az, de ezt addig, amíg valójában meg nem mutatom, az, hogy, hogy lenyűgözi, a gyerekek visítottak, amikor meglátták. Szóval tényleg ez egy ilyen érdekes dolog volt, én se gondoltam, hogy így fog sikerülni, és ez egyszerűen az a bőrcsodája. Hát ezért dolgozom bőrből, ez a válaszom. Ez a munkám, ez egy végtelen akar lenni, folytatható lefele, fölfele, egy egész szobát be lehet vele, és bárhol kiállítható, mert darabokból van, összeállítható. És akkor jönnek az áttört felületek. Ez volt az a munkám, aminek ez a végső stádiuma, amit említettem, hogy amikor a vigadóbeli kiállításon bemutattam, akkor mindenhol írtak róla, és meg is jelent több helyen. Ez úgy készült először, ez volt az első állapota, aztán fokozatosan úgy éreztem, hogy még, még, még jobban ki kell vágni, még ritkábbra, és a végén eljutott abba az állapotába, ahol itt éppen csodálja egy látogató. Tehát ilyen egészen áttört lett. Most Japánban van, megvásárolták ezt. De sokat foglalkoztam ezzel az áttört felületek lehetőségeivel, és a bőr nagyon szépen vágható. Én ollóval vágom kis ollóval a kis mintát, nagy ollóval a nagy mintát, és nagyon sok mindent el lehet vele mondani. Ez majdnem a grafikai nyelv. Tulajdonképpen grafikát lehet vele, mint ahogy a másik, olyan, mint egy szobrászat. Szóval a bőrből mindent lehet. És jön a festői időszak is majd. És itt egy pár ilyen munkám, ilyen dupla áttört dobozok, amik, ha így nézem, akkor mást látok, ha úgy elmozdulok, akkor szinte velem együtt mozog, majdnem filmezni kéne ezeket. Itt már megjelenik a kék szín. Igen, és Miért az a érdekessége ennek, hogy ez egy nagyon erős színű kék és nagyon erős színű zöld. De attól, hogy így áttört lett, összesimultak a színek, finom harmóniává váltak. Sokat foglalkoztam a gesztussal, az ollóval, mit lehet. Itt láthatók ezek a képek, ebből is van egy sorozatom, ezt nagyon szeretem, ez a legtisztább olyan, mint a népművészet, hogy egyszerűen, ami a kezemből és a lelkemből pillanatnyilag kijön, ahogy a költő írja a verset, ugyanúgy vágom én ezt a bőrt. És akkor ugyanennek a technikának egy vicces formája, én úgy hívom ezt egy vicces kép, mert igazából egy játék, ezt a barokra, barok évre készítettem Gödöllőre, egy zurbarán csendélet, vagy mit tudom én kinek, valamelyik délalföldi, dél alföldi vagy németalföldi festő csendéletének a parafrázisa. Ez, ez, azért érdekes volt ez a munkám, ez is egy kétrétegű munka, mert ez a valóságban alatta így néz ki, ahogy a jobb oldali képen látható, egy ilyen rémes, durva, nem egy tudom, csendélet, de muszáj volt ahhoz, hogy a baloldali kijöjjön, muszáj volt ilyen durvára készíteni, mert előbb finomra készítettem, és le kellett teljesen szedni, mert nem jött át semmi. Így meg átjött. Úgyhogy ezzel ezt a részt befejezem. És akkor ez az utolsó korszak, aminek a tengerek a, a végső, ez a találdarabok és a festői hatások. Én ez még van. az áttörteknél egy pillanatra szerettem volna, csak nem megszakít Erzsébet, nagyon gondolag gazdag magyarázatát felidézni, hogy a már általam említett Husz Mária művészet történész egy érdekes gondolatot írt le az ő tanulmányában, mégpedig azt, hogy milyen érdekes ez, hogy miközben az előző műveiben a bőr kollásban az Erzsébet építget, itt pedig a negatív térrel és a negatíval tulajdonképpen megszüntet. És a két fázis között, ahogy a mű megszületik, plusz amikor elkezdi ezeket egymás mögé tenni, akkor fölmerül a kérdés, hogy most ez építkezése, egy micsoda, és itt nagyon örülök, ha majd alkalmasint ezt a témát elővehetjük, amikor a iparművészet fogalmáról eszmélkedünk, de ezt csak azért említem meg, mert jelen vannak itt a közönség soraiban, akiket ez a téma nagyon izgat. Úgyhogy, nos hát beszéljünk a találdarabokról akkor. Bőrhulladékból kezdtem el dolgozni. Nagyon szép a bőrhulladék. Pont azokat a darabokat dobják el, ami hibás festésű például, vagy olyan formájú, hogy már nem tudják használni, vagy rossz a minősége, mondjuk azt én sem használom föl, amelyiknek nem jó a minősége, de remekül fel lehet használni a festék hibásat. Abba bele lehet látni csoda dolgokat. Úgyhogy itt van például egy ilyen munkám, ahol én egy hold, tájat láttam, egy holdfényes város láttam bele ezekbe a darabokba, és ebből készítettem el a nocturnót. Ez a munkám, ennek van még egy másik címe is, a város, ahol találkoztunk, az a címe, az a titkos címe. Mert van, amit itt nem látható, de hát elmesélem a sztori kedvéért, hogy van három olyan munkám, aminek az a címe, hogy ilyen költői címek, hogy a város, ahol nem találkoztunk, a kert, ahol nem találkoztunk, és a tó, ahol. Hát ilyen titokzatosság. És akkor ez ki volt állítva egy németországi kiállításon, és hosszasan nézte a munkákat egy néző, egy látogató, egy ilyen idősebb úr volt, és egyszer csak oda hozzám, és olyan ott álltam, én is kíváncsi voltam, hogy nagyon lekötötte, és azt, mondta nekem, és soha nem találkoztak. Én nem a vászonra festem persze, hanem én megfestem a bőrdarabokat előre, különböző színekre, foltosra, ilyenre, olyanra, és amikor ott van a nagy halom, akkor abból válogatok, és úgy alakul ki a kép, mert az a, a válogatás öröme, az, egy, az aki kollást készít, az tudja, hogy, hogy, az ötletet ad. Tehát benne vagy ebbe a, a kreatív játékba valahogy. Tehát egy játék az egész, és hogyha szépek a színek és jók a darabok, akkor nagyon nagy játék az egész, és bármennyit lehet vel játszani, és még újabb lehet kotorázni a zsákokba, és újabb színek bukkannak föl, és a végtelenség lehet ezt, mert az emberben annyi érzés és annyi gondolat van, hogyha ha meg tud testesülni egy anyagba pillanat alatt, akkor az megtestesül. Úgyhogy ez történik. És a tenger. És a tenger. És a tenger. Hát a tengerről nagyon sok munkám szól, mert az én egyik lételemem a tenger. Ez is különben úgy kezdődött az örvény is, hogy valamikor egy tenger volt, egy, egy ilyen mediterrán, mindjárt látható, hogy milyen elemből lett ez az örvény. Itt van egy párja, és itt van egy, egy idézett Kodolányi Gyula verséből, azt hiszem, hogy a tenger és John Smith, az a címe, mert annyira szép a tenger, és ez a vers azt mondta nekem, hogy a végtelenségig bomlik föl a forma, és megy el a szélbe. És ez olyan, mint az életünk, hogy így folyamatosan alakul, és a végén egyszer csak elszáll a széllel. Hát valami ilyesmit gondoltam. Úgyhogy így készült ez a munkám. A tenger pedig Hát itt van egy ilyen elmozdulás, amit megpróbáltam a vízhatását ugyanakkor játékból megcsinálni. És akkor itt vagyunk a tengernél, ami, ami igazából ennek a mai estének a, a vége, meg a, a témája. Nagyon szeretem a tengert. Tehát, Kicsi korom óta. Valamikor buvár akartam lenni, ezt, ezt sem mondtam, talán még neked. És apám azt mondta nekem, hogy de a buvárok azok nem azt csinálják, amit te képzelsz, hogy nézelődnek, hanem azok dolgoznak a vízbe. Nem nőnek valami mesterséghez. Akkor már inkább menjél biológusnak, de lehet, hogy annak is lehettem volna. Nagyon szeretem a természetet, és a vizeket nagyon szeretem, és a tengernek a, a hát az a csoda, hogy mi utazhatunk, és egy Adriát megnézhetjük nekem, mikor erdélyként ezt először ezzel találkoztam. Ezt nem tudja senki elgondolni, hogy ez, ez nekem milyen nagy adomány volt. Hát ez nincs az a... a múzeumokat is nagyon szerettem meg a városokat is, de amit a tenger mélyen látni lehet, azon a kicsi helyen rengeteg mindent lehet. És én azt mindig megnézegettem, és én ettől boldog vagyok. Úgyhogy ez... Nos, hát kedves vendégeinknek készítettünk egyfajta, mondjuk olyan befejező gondolatot, sok miféleképpen lehetne, de hát azért, hogy ne húzzuk tovább annak a kedves gondolatnak a megismerését, a Szerzsébet fogja elmondani, akinek a munkásságát persze eszembe sincs összefoglalni, mert nem is lehet, meg hála Istenek itt van él és alkot, és már elárulom azt is, hogy mielőtt beültünk a székben már két-három programot itt lazán csuklóból megszervezett magának, meg másnak, úgyhogy Örültem, hogy egyáltalán sikerült őve tartani, mert ugyan nagyon szereti a alkotást, meg a csendet, nem is tudom mikor venne el rengeteg dologra időd, de azért mégis a, a gondolom, hogy az egyik legszebb dolog, amikor ö, eszenciálisan meg tudod fogalmazni az írásaidban is azokat, amit nem a művészet történészek mondanak rólad, hanem te saját magad. Úgyhogy most megkérlek rá, hogy ezzel a szépséges, Írással fejezzük be a mai estét, amit föl fogsz olvasni. Ezt a bukkámat a nyári kert, nem, de kert volt? Pán, Ide bele. Nyári kiállításunkra készítettem, és most az a divat gödöllön, hogy a művészeknek szép történeteket kell írni a műveikhez, amit kiállítunk a művekkel együtt. Ennek nagy sikere van, a közönség nagyon szereti, mert elmélyülten nézik meg a műveket és a kiállítást, úgyhogy ez továbbra is érdemes csinálni. Hát én ezt írtam ehhez a műhöz. Térbeli elhelyezkedésük szerint négy kertem van. Az otthoni, a gimkert, a szüleimtől örökölt, és a kert, ahol nyugszanak. Ez a négy, valójában kettő. Az egyik az itthoni szárazföldi kert, ahol nap mint nap szóra bírom növényeimet bent a házban, az ablakban és a szabadban. Ilyenkor örvendezek kiviruló életkedvükön, meghallgattam panaszaikat, elsíratom mulandóságukat. Mély vízben van a másik, akár a tenger mélyén is lehetne. A felszínen ringatózva észlelem a némaság nyelvét, lírai jelenéseket, néha felkavaró drámákat odalent olykor megdobban a szív. A fekete fejű piros halacska megjelenik, eltűnik, majd újra felbukkan. A biológus azt mondaná róla, tripterigion tripteronotus, a blenide családból a nyálkás halfélék közül. Ő az életterét védelmezi. De én tudom, ez a találkozás. Erről szól a szív. Lefejeztük a mai estét.